Az újszülötteknek a 95%-a legalább egészségesként születik, de ha valamilyen betegség van, esetleg koraszülöttség, akkor oda kerülnek a koraszülött ellátásba. Első körben szerettem volna óvónő lenni, de valahogy ez a szakma ez jobban vonzott. Itt tényleg segít az ember a gyerekeken, és talán ez a segíteni akarás, ez vonzott erre a pályára. Akkor tudtam igazából előrelépni, akkor tudtam igazából mindig fejlődni, hogyha egy olyan csapat volt mögöttem, meg velem, körülöttem, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. Hát most megadatott, hogy egy nagyon-nagyon jó csapattal dolgozhatom együtt. Szeretem például, amikor van egy örökbefogadós babánk, és az örökbefogadó szülő elsőre meglátja. Az egy olyan érzelmes pillanat. Meg azért, mikor megkapom a visszajelzést a szülőktől, én is, vagy éppen a többi kollégám, hogy jaj, te vagy a kedvenc nővérkénk, egy kis mosoly, egy kis ölelés, azért ezek mindig kedves szavak, ezek azért így tovább lendítik az embert. Amikor napról napra látjuk, hogy gyarapodik, amikor már nem kell a szonda, hanem tud enni pohárból, amikor már nem kell a légzéssegítés, csak egy kicsi oxigén, és már attól jól van, és hát a legnagyobb sikerélmény, amikor elbúcsúznak tőlünk, és kilépnek a koraszülött osztály altaján. Én mindenképpen olyannak ajánlanám, aki nyilván első körben empatikus, tud bánni a gyerekekkel, és nagyon-nagyon türelmes, mert a gyerekekhez tényleg sok türelem kell, meg nyilván a szülőkhöz is, hogy tudja kezelni a rossz helyzeteket, éppen tudjon akár kicsit bohóckodni is a gyereknek, mert az is nagyon fontos, úgyhogy mindenképp ilyennek ajánlanám.